Szokásos játékunk következik. Aki a leggyorsabban elküldi a helyes választ, jegyet nyer a budapesti világbajnokságra. Eheti játék kérdésünk: hány jégkorong világbajnokságot rendeztek eddig a Papp László Budapest sportarénában? Válaszaikat a jégkorongmagazin@gmail.com címre várjuk. Előző játékunk nyertese Fábián Csaba volt. Gratulálunk! Megmutatjuk, hogyan készült a Sport TV hagyományosnak számító VB-be harangozó filmje. Valamennyire befogrózottan, aztán lesz valamelyik, amelyik nincs kíván. Tudom, az még nagyobb. És akkor a másik oldalra, a középső, az pedig centrálban lesz. Ladányi Balázs, 194-szeres válogatott csatár, 65 gól, 103 gól passz. Horváth András, 200-szoros válogatott hátvéd, 24 gól, 27 gól passz. Tessék! Azért gondolom, hogy összeteszem a szivacsokat. Hát de érzésre felesem a balost meg a jobbost, és nincs különbség. Nincs monogram, csak egy szám. Csak egy szám van, igen. Csak egy szám. Tudod, mind a raboknál. Én vagyok a négyes. Palkovics Krisztián, 213-szoros válogatott csatár. 83 gól, 50 gól passz. És még egy jó okunk van arra, hogy ez a magyar válogatott képviselje nemzetünket. Divízió 1-es jégkorong világbajnokság csak itt a Sport TV-n. Szombaton megkezdte a magyar válogatott a felkészülést a budapesti világbajnokságra. Természetesen Kéri Rudi bácsi, a csapat felszerelés menedzsere is velünk van. A magyar válogatott szombaton kezdte meg a világbajnoki felkészülését. Az első napon ellátogattunk a csapathoz, végigkövettük az edzést megelőző beköltözést a jégpalotába. Kéri Rudinak, a csapat emblematikus felszerelés menedzserének szaporodnak meg elsősorban a dolgai ilyenkor, ezért rá nagyon figyeltünk. A VB-ig folyamatosan követjük a háttérben dolgozók munkáját, hiszen nagyon sok körülménynek kell megfelelőnek lennie ahhoz, hogy a játékosok teljesítménye olyan legyen, mint ami erről a szurkolók álmodnak. A magyar bajnok Szapa Fehérvár AV19-nél dolgozó equipment menedzsert arra kértük, meséljen nekünk több évtizedes pályafutásáról, elsősorban arról, melyek voltak a legemlékezetesebb világbajnokságai, és miért. Ez a mostani VB, ez a 8. világbajnokság lesz, ahol dolgozhatok a magyar válogatott mellett, illetve hát a magyar válogatott segítségére lehetek, ami azért nagy örömmel tölt el,
és szeretném, hogyha még egy jó darabig nem állnék meg ebbe a növekvő sorozatban. Felszerelős menedzser úgy lettem, hogy nagyon nagy szerencsével egy barátomnak szóltak még Dunaújvárosban, mivel én dunaújvárosi születésű vagyok, az akkori Dunafer sportegyesületnél, hogy nem-e tudna olyan embert, aki felszerelésekkel, botok kiadásával tudna foglalkozni. Én de akkor pont egy egészségügyi probléma után voltam, munkanélkül, kapva kaptam a lehetőségem, elfogadták a személyemet, és elkezdtem dolgozni. Az elején nem sok tudomásunk volt, hogy mit is takar. Ez a kinti hoki iskolákban tulajdonképpen a szakmának mondott valami. Imádom magát a játékot, imádom ezt a légkört, viszont a szakmáról elképzeléseim voltak, de nem tudtam, hogy effektív mit takar ez az egész. És így 2002-ben saját pénzen elmentem Svédországba. Ott Svédország egyik legidősebb felszerelés menedzsere tette lehetővé, hogy 2 hétig a csarnokon belül követhettem mindenhova, jegyzetelhettem. Ugyan sok minden nem mutatott meg, mert azt mondta, hogy rá fogok jönni mindennek a csinyára, binyára. Nagyon fontos információkat próbáltam magamba szívni, ugyanis az egy más világ, és én a mai napig például VB-ken is, bárhova, ahova megyünk a magyar válogatottal, én megnézem a kollégák öltözőjét, mindig érdekel, hogy honnan tudok egy kicsit lecsípni, nem szégyen a másiktól ellesni, megpróbált követni a kinti trendeket. Az a millió, ahogy feljutottunk az A csoportba, az a szeretet, ahogy a japánok fogadtak bennünket, és ami ott történt a kint tartózkodásunk alatt, az mindenféleképpen viszi a pálmát az egész eddigi világbajnokságok történetébe az én részemről. Illetve mellette az A csoportban való munka, az szakmailag jelentett nekem nagyon sokat, viszont Szaporó, mint esemény, az volt a leges-leges legkellemesebb. Nagyon jó az az aranyérmet a nyakba tartani, és gyönyörködni benne a mai napig otthon, amit még ilyen soha nem fog elfelejteni. Hát a legjobb élmény az egyértelmű, mikor válogatott jégkorong játékosunk, Omar Enefatti Taipeibe ott bírta hagyni a kabátját, az útlevelét, mindent, és visszafordította a repülőgépet, tehát álltunk ott, vagyis hát néztünk ott bent a repülőgépbe, és aztán hatalmas nevetés, mikor megérkezett vissza a repülőgépre, akkor hatalmas taps, tehát ez egy olyan sztori, ami mindenbe vitte a prímet. Hát a Ljubljana az iszonyú katasztrófa volt nekem tavaly, szétszakadtam egyedül a munkába, elájultam a hotel előtt, bekerültem a Ljubljanai kórházba, ahol rosszul adtak be egy injekciót, amiből egy belső ideggyulladást kaptam. Nem szívesen gondolok rá vissza, de mondhatom nektek, hogy emberségből Palla Antal nekem csak Tóni bácsi. Nem érdekelte semmit, beült az autóba, jött ki segíteni. Este szóltunk neki, másnap reggel már kim volt Ljubljanába. Tehát ez nekem egy olyan pozitívum, amit igazándiból emberek csinálnak meg emberekért, és én amit soha nem fogok tudni elfelejteni neki. Meg kell jegyeznem Imre Lajos nevét, tehát ő, mint csapatvezető, maximálisan ott volt, és az összes equipment, tehát minden felszerelés menedzser rögtön a fiúk segítségére siettek, és így azért áthidaltuk. Emiatt az egészségügyi dolog miatt nem egy kellemes VB, ma Ljubljanai VB. Szapa-Fehérvár AV19 kanadai edzője Kevin Primo készíti fel a magyar ifjúsági válogatottat a világbajnokságra.
A magyar ifjúsági válogatott nagyon nehéz világbajnokságra készül. Lettországban Japán visszalépése miatt Csonka VB-re kerül sor, 5 csapat vesz részt végül, és egyiküket sem lesz könnyű legyőzni. Nagy-Britannia, Olaszország és Kazasztán is magas hokikultúrájú ország. Ráadásul tavaly nagyon magasra helyezte a lécet az U18-as válogatott, amikor is második helyen végzett a Divízió 1-ben, tehát egy győzelemre volt az A csoportba jutástól. Ilyen korábban csak egyszer fordult elő. Az idei csapatnak ennyire vérmes reményei talán nem lehetnek, de az utánpótlásban nehéz megjósolni az erőviszonyokat. A Fehérvár magyar bajnok edzője, Kevin Primő irányítja a szakmai munkát, segítője 2 fiatal magyar szakember, Marton Tibor és Szongott Kristóf lesz. A felkészülés múlt hét szerdán megkezdődött, a VB-re április 9-én utazik a csapat. Az elvárások minden nemzetközi megméretésnél nagyok. Az utánpótlás válogatottal mindig más jellegű a munka, mint a felnőtt kluboknál. Először is össze kell raknunk a legjobb játékosokat, aztán belőlük kell csinálni egy versenyképes csapatot, amelyik majd a legjobb tudását nyújtja a meccseken. A többi csapatról és az eredményeikről nem sokat tudok még, igazából a mieinket az elkövetkezendő napokban fogom megismerni. Nehéz lenne így előre megmondani, hogy milyen erőt képviselünk, bármi megtörténhet. Csoda a jégen, jó példa lenne nekünk az, ami Lake Placidban történt a 80-as években. Nem mehetünk úgy ki, hogy biztos nyerni fogunk, mert akkor meglepetések érhetnek minket, de mindent meg fogunk tenni a jó eredményért, és remélhetőleg jó helyezést érünk el. A felkészülésre jutó idő rövid, és nagy kihívás, hogy a játékosok magatartását némileg meg kell változtatnunk. Kemény munkával, fegyelemmel ennyi idő alatt is lehet új szisztémákat tanítani, az alapokat átvenni és csapatot építeni. Ez persze nem egyszerű, mert tényleg kevés az idő. Ehhez fegyelmezetnek kell lenni, és fontos, hogy az intelligens hoki játékos sok nagyon figyeljenek a feladatra. Well, I think it's a process, you know. First of all, they need more resources. Hogy mi segíthetné a magyar hoki fejlődését? Ez egy hosszabb folyamat, amihez több forrása van szükség, de a legfontosabb feladatnak az edzőképzést mondanám. Nagyon pozitív, hogy az állam támogatni kívánja a sportágat, ebből az összegből az edzőképzésre is sokat kell fordítani, mert ez a legfontosabb. Minél több helyről kellene edzőket hozni, elsősorban Kanadából, de mivel mi sem tudunk mindent, ezért Svédországból, Oroszországból is, mert így mindent meg lehet tanulni, ami fontos. Erre kell elsősorban fókuszálni, az edzőképzésre. Beszéltem Ted Sutterral, a felnőtt válogatott szövetségi kapitányával, felajánlottam, hogy amennyiben igényt tart rám, szívesen segítek az ő csapatánál is. Örült a lehetőségnek, és én is, hogy együtt dolgozhatunk. Hogy pontosan mi lesz a feladatom, még nem tudom, de bármilyen feladatot is szán nekem, boldogan megteszem, amit kér tőlem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, szurkoljanak nekünk az áprilisi világbajnokságon. 2 hét múlva találkozunk, a viszontlátásra!